Kovács Tibor, a Juhász Gyula Református Gimnázium technikum és szakképzőiskola igazgatója televíziónknak elmondta, hosszú évek óta jó kapcsolatot ápolnak a Zsivodan Hungary Kft-vel. Körülbelül 6 évvel ezelőtt az ízesítőanyagokat gyártó cég több laptoppal is támogatta az intézményt, ahol ezeknek a számítástechnikai eszközöknek nagy hasznát vették a pandémiás időszakban elrendelt online oktatás lebonyolításában. Sajnos az idő vasfoga, kikezdte már ezeket a gépeket, és eljárt felettük az idő, lassúak voltak, elfáradtak, és igazgató úrnak említettem, hogy milyen jó volt annak idején, hogy ezeket a gépeket be tudtuk fogni, de most már megint, ha van nekik esetleg fölösleges gépük, akkor azt szívesen átvennénk. És a múlt héten jelentkezett igazgató úr azzal, hogy hozna nekünk újra néhány gépet. Alapvetően az a célunk, hogy ezeket a gépeket befogjuk a tantermekbe, illetve hogyha újra esetleg bejön a pandémiás időszak miatt egy online oktatás, akkor ezeket is ki tudjuk adni a rászoruló diákok számára. A Zsivodán összesen 6 laptoppal támogatta az iskolát. Karkas Mihály ügyvezető igazgató elmondta, a számítástechnikai eszközöket eddig kollégái használták ipari környezetben, és olyan tartalommal és külsővel bírnak, hogy 3-4 évig teljes mértékben ki tudják majd szolgálni a tanulókat. Mint megtudtuk, a cég további 3-3 gépet fog a napokban eljuttatni a Kassai utcai és a Királyhegyesi óvodákba is. Emellett több más módon is kiveszi a részét a vállalat a társadalmi felelősségvállalásból. Az előző években, a pandémiás időszakban is, december hónapban például melegételt biztosítottunk 50 család számára különböző civil szervezeteken keresztül, úgyhogy most idén a Makoly Nagycsaládosok Egyesületét támogatjuk 50 adag melegétellel decembertől egészen az advent végéig. Emellett a Vöröskereszttel karöltve, együttműködve egy fogászati szűrőprogramot kezdtünk el idén ősszel. Ezt a programot egyébként a Zsivodán Nemzetközi Alapítványa is támogatja tőkével. Karkas Mihály hozzátette, a már hagyományossá vált tűzifa támogatási programjukat is folytatják. Idén több mint kétszeres értékben juttatnak célba a makkói alapítványokon keresztül tüzelőanyagot, elsősorban a gyár környékén élő rászoruló családok számára.